biztos, hogy német nemzetiségünknek megválasztása óta ez a 18. alkalom, a 18. év a Schwab Bárok. Mondhatjuk azt, hogy nagykorúvá lett a bál? Hát igen, tulajdonképpen erre még nem is gondoltam, valóban hihetetlen, hogy már 18 év telt el. Természetesen Schwab Bál előtte is volt, de amit a német nemzetiségi önkormányzat szervez, az valóban a mai nappal lép felnőtt korba. Polgármester úr, az az első kérdés, hogy érzi magát a ma este folyamán? Köszönöm szépen, most épp befejeztük a vacsorát, jó a zene, jó a hangulat, sok ismerős, jól érezzük magunkat. Nagyon jól érzem magam, több kollégám is eljött erre a német nemzetiség és Schwab Bálra, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes este lesz. A 2012-es bál miért egyedi, vagy teljesen hagyományos, normális a korábbiakhoz képest? Azt hiszem, hogy most, és ezt lehetett is látni, hogy a óvodásoktól, az iskolásokon keresztül a felnőtt tánckarig próbáltuk, és a lírával természetesen az óvodásoktól a nagymamákig felvonultatni egy kicsit a hagyományokat, és idén változtattunk abban is, hogy több éven keresztül a Süt zenekar volt, amelyik valóban az ország egyik legjobb zenekara. Most a Solymáriak, a régióból hoztunk, de nagyon jó zenekart, a Cikmisijéket. Rendkívül büszke vagyok rá, hogy nálunk van, és én azt gondolom, hogy ez most már egy, igaz, hogy még csak 3 éves hagyomány, de bízom benne, hogy ez egy nagyon sok éves hagyomány lesz, és még szorosabbá fűződik a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Budaörsi Schwabsággal a kapcsolatunk. Mit jelent az, hogy a német kisebbség itt tartja ma a bálját? Jelent ez valami pluszt az iskola számára? Ez nagyon nagy dolog az iskola számára, hiszen Budaörsnek közel 300 éves német nemzetiségi hagyománya van. Minden évfolyamunkon van egy német nemzetiségi osztály, akik ezt a 300 éves hagyományt büszkén őrzik és ápolják, és igyekszünk átadni a további felnövekvő nemzedéknek is. Ugye ez látszott is a bálon, hogy mind a másodikosaink, mind az ötödikeseink felléptek egy-egy német nemzetiségi tánccal. Többször mondtam ki, hogy kisebbség, és mindig elgondolkodom azon, hiszen valamikor Budaörs egy svábok lakta, német ajkú lakosság által lakott település volt, és szinte mindenki német származású volt. Tudjuk jól, hogy ez a gyalázatos történet 46-47-ben zajlott le, amikor elűzték őket innen a kollektív bűnösség elve alapján. Tehát ezzel együtt azért nagyon sokan maradtak, vagy jöttek vissza, és akik itt élnek, azok ápolják a hagyományaikat, és az önkormányzat meg az erejéhez mérten igyekszik ezt támogatni. Hogyan alakul a német kisebbség helyzete itt Budaörsön? A létszámot tekintve látjuk a gyerekeket, van-e reménység a jövőt illetően? Hát vannak pozitív, vannak kevésbé örömteli jelenségek és történések is. Én bízok benne, hogy egyrészt, ha valóban a nemzetiségi oktatás nevelésen lehet változtatni, és tényleg olyan színvonalú lesz, hiszen kulcskérdés a nemzetiség szempontjából a nyelvtudás és a hagyományok tisztelete. Ha ebben előre lehet lépni, és erre látok esélyt, akkor van arra esély, hogy meg tudjuk őrizni ezeket a hagyományokat, a múltat, és tovább tudjuk vinni a jövőbe. Ebben kulcskérdés a nyelvoktatás és a nemzetiségi oktatás. A hagyományok megőrzésével azok az értékek, amit az egykor itt élt, vagy a most itt élő német ajkúak megőrizni tudnak, az mindenképpen színesíti, és a település értékét erősíti. Mindenki érezze jól magát, hiszen ennek ez a lényege. Itt most nem politikáról szól, nem a gondokról, nem az egyebekről, itt tényleg azért jön ide mindenki, hogy jól érezze magát, és egy kellemes este után menjen haza, és pihenje ki másnap a fáradalmakat. Most annyiból még egy kicsit nehezebb lesz, hogy holnap délután 3-tól Zsámbékon van a északi regionális német kultúrgála, úgyhogy olyan sok pihenésre nincs idő, és még előtte délben a német katonai temetőben van koszorúzás és megemlékezés, úgyhogy egy kicsit sűrű most ez a hétvége. Köszönjük, és további jó szórakozást! Köszönöm!